recordingot indítok. Profi streamer 8 éve. Azt nem akartam! Megnéznélek téged, kopaszom? Szerencsére. Várj egy kicsit. Hol van az a kép? Tessék. Figyelj. Kartasz, kopasz, olyan nincs. Szóval, ez vagyok én. De Gyugi, ez szerkesztett. Szerkesztett. Na jó van. De van olyan kartasz szakáll nélkül, az amúgy igaz? Nézd meg, mikat írtam régebben. Nem. Na, mehetünk? Na, hadd csináljam már dolgomat! Ilyen rá bányász vagyok. De várj, az amúgy rosszat jelent. Na jó, van, keresünk Netherite-ot. Na, most bóképet kifizettem. Na, szép. Outdate? Nem én voltam. Not vicces. Na jól van. Szakáll nélkül nem jó? Persze, úgy nézek, mint egy 15 éves, szóval nem biztos, hogy jó ötlet. Mondjuk a szakáll nélküli fiúkat szokták amúgy szimpelgetni, szóval... Lehet egyébként ez egy megoldás. Na. Kövi ikont. He? Hát tudod, milyen rohadt nehéz ezzel haladni? Na jó van, keresünk Netherite-ot. Van TNT-m, szóval most robbantani fogunk. Na. Imádok robbantani. Várjál. De egyébként ezt ágyakkal célszerűbb lenne. Ah, fasz, leszorom az ágyakat. Nem lehet stackelni, szóval... Nimi! Szarok rá. Na. Let's go. Kedves csetelő, adok neked egy jó ötletet, figy. Ha valamit unsz az interneten, akkor csak fogd. Pakolj össze. És nézd valaki mást. Erre én is egy jó példa vagyok. És mit csinálják vele? Szóval... Érted? Már hogy én most ezt nem rosszból... De most annyi csatorna van, meg annyi minden van az interneten. Érted? Elfogyott a medve cukrot. Fúj, sose volt finom. Na jó van. Happy partner! Köszi. Na jó van. Netherite-ot kéne szedni, csak kell kaja. Próbáljak meg bevágódni az ázsiai csajoknál. Miért akarnék rokonnal bármit is? Krumpli cukor? De várj, akkor a medve cukor jó, a krumpli cukor a kaka. Akkor nem szóltam. Na jó van. Itt kellene valamit kezdenem. Ja nem, várj, hülye vagyok, le kell menni. Itt nem fogok Netherite-ot találni. Várj, ez le kell mennem, mi? Hogyne? Na jó van. Na. De egyébként, ha bárkinek volt valami hasonló kérdés, amire mondjuk nem kapott választ, nem szeretnék semmire se reagálni, amihez nekem nincsen közöm. Szóval, ja. Tudod, ez ilyen egyszerű szitu. Őszintén. Én nem ülök fel a vomfompra, szóval kihagyom. Na jó. Én inkább fogom, azt Minecraftozok. Igen, 24 évesen. Köszi. Ez vagyok én. De legalább nyugodt vagyok. Vagy valami ilyesmi. Nyugodt vagyok? Vagy kurva ideges vagyok szerinted? Kurva idegesnek tűnök, bazd! Na. Várjál, mínusz hanyason találok ilyen Netherite-ot? Tízesen? Na. 15? Ja, várj, nem tudtam lejjebb menni, akkor keresünk egy másik helyet. Horváth Norbert? Nem vagyok kibaszott ideges, bazd meg! Jogsival, hogy állok? Igen. A válaszom igen. Na hagyjál, hülye szellem. Moldován Norbert! Na. Egyébként valami azonos vele. Velem kapcsolatban. Ugyanúgy őszülök, mint ő, de ja, amúgy trósét. Na jól van. Ja, amúgy nem haladtam vele az utóbbi időbe. Na. Mi értelme van a kvarcnak? Ha valami biztos. Na. Viszont nekem nem kvarc kell, nekem Netherite kell. Csak valahogy úgy kellene leásnom, hogy ne legyen problémám. Szóval, ja. Ja, ahogy? Jó hír! Valaki azt írta, hogy nem fogom tudni megoldani, de megoldottam.
Szóval köszönöm szépen. Na, szóval fel tudtam oldani a Facebook profilomat. Köszi. Mert letiltották a semmiért. Felfüggesztették a Messenger, vagy a Facebook profilomat. Meg tudtam ma oldani. Szóval, ja. Tökre örülök. Mondjuk nem, mint hogy nagyon használtam volna, de még inkább, mint hogy ne lenne. Semmiért. Kajak! Annyi volt a szitu amúgy, hogy izé. Rendeltem kaját, viszont ahhoz ugye úgy kell rendelned, hogy vagy csinálsz egy fiókot, vagy Facebookon keresztül összekapcsolod, és akkor nem csinálsz fiókot, mert minek csinálnál még egy fiókot, ha már van 500 valamennyi, akármennyi platformon. És éveken keresztül mindig hozzákötöttem a Facebook profilomat, beléptem, csinált egy fiókot, rendeltem kaját, csá. Bedobta, hogy valószínűleg ismeretlen izé feltöri a profilod, meg ilyenek, mondom, hát bazdmeg, az nem az, érted, én rendeltem kaját, aztán izé. Akartam igazolni a személyazonosságomat, az kiírta, hogy tilt volna fiókom. Hát mondom, kurva jó, próbáltam megerősíteni, meg ilyenek, aztán nem engedte. De most sikerült szerencsére. Ma mindenki lökött a csetem? Megvadultak a csirkefogók. Azt akarják, hogy megtörjek, és reagáljak mindenre, de nem fogok mindenre reagálni. Én leszokóba vagyok, hogy mindenre is reagáljak. Aha! Erre viszont reagálok. Minek próbáljam ágyjal? Itt van. De ne szopass már amúgy. Az baj. De amúgy légy szíves. Az GG, csak van egy kis baj. Az nagyobb baj, mint gondoltam. De ne már, ember. Ott a netherite. Igen, látom. Az a helyzet, hogy látom. Na, így már ki tudom szedni. Ne folyjád, baszki. De nem áll, amúgy. De ezt egyetlen egy... A környékben nincsen semmi? Ja, alacsonyan. Ez még nem netherite, actually. Gyere ide! Azt hittem, hogy belemegy a lávába. De jó. Na, megtaláltuk az elsőt, hátra van még 38 darab. Csak az a baj, nem fog tudni lemenni. Szóval mit csináljak? Aj, bazd meg, amúgy nem, ez egy full fos hely erre. Na. De most én is reagálhatnék mindenféle izére, de hogy attól nekem mivel lesz jobb egyébként, hogy én másnak a dolgaira reagálok az én élőadásomba? Az emberek nem azért jönnek nézni a streamemet, hogy másnak a dolgaival foglalkozzak, hanem a sajátommal. Hát ma annak örülnek a saját nézőim, ha fellövöm a streamet. Tehát, hogy így, nem tudom. Én ezt kihagyom. És tudom, hogy régen mindig minden fasságra reagáltam, de én azt gondolom szerintem, hogy ezen tud változtatni az ember. Keep inventory-val játszol? Nem. Szerintem az kakaság. Szóval nem tudom. Van egy csomó olyan réteg, aki ezt nézi. Most ez érted? Igazi. Olyat akarsz nézni, akkor nem én leszek ebbe a partner. Ott van egy csomó csatorna, érted? Nem akarok beszállni erre. Hát, hogy így. De én ezt már megfogadtam volna 2024-ben, hogy igyekszem, de egyébként ez valamilyen 2024-es dolog is így tartalmilag, hogy nem akarok reagálni más tartalomgyártónak a izéire. Semmi közöm hozzá. Egész addig, amíg nekem nem szólnak be. Arra már nagyon szívesen reagálok. Mert az érintett vagyok, érted? Én legalábbis ezt gondolom. Na. Na várj, egyébként megpróbálják lefele ásni? Ez is be fogom szopni. Mennyi FPS-en játszok? Le van lokkolva 255-re. Nem tudom, mennyi a max, amit ki tudok hozni belőle. Köszi Bálint az egy évedet! Nagyon szépen köszönöm. Ütköztünk újra egy éve. De az új badge-ethez nagyon szépen köszönöm. Nem, hogy tényleg sok van, mert így fosá van modolva. Ilyen teljesítmény szempontból. Szóval most nagyon jó minden. Raviolit? Ja, ravioli volt. Amúgy ez full jó volt, csak kurva rondán nézett ki. Hát most én mit csináljak? Bögrét 8 év múlva? Várj, azt sosem mondtam a feltételekből, hogyha 24 órán belül elküld az e-mail címet, akkor azonnal másnap el... Nem jó, nem, senki nem hiszi el. Mi az a hang? Elküldtem? Aha! Milyen módot használok? Hát minden, ami javítja a teljesítményt, talán még ilyen kis zoomolás, meg a háttérben, hogy ilyen blur legyen.
Aztán ezen kívül nem sok mindent. Csak az a baj, mivel nem Optifine-t használok, hanem Fabric-et, ezért nagyon sok mindent hozzá kell adni. Ja. Nem tudom, valami tizen, nem tudom akárhány mód van. Lesz ma coin flip? Hát, hogyha akartok csinálni, akkor csináljátok. Anyum telefonszáma is ér bögrét. Van egy emberem. Van egy ismerősöm, akit lehet, hogy érdekel amúgy anyukát telefonszáma. Tök mindegy, hogy ki, akármelyik anyukája. De akárki anyukája, tehát mindegyik számít. 0690, aha. 90. Egyébként azt vágod, hogy mondjuk az 50-es telószám az már létező? Szóval nem csak a 20-as, 30-as, meg 70-es van? Aki nem lett mód. Aha. Ja, addig is, azaz. Volt addig is kártyám, utáltam is, mint a szart. Azt mondták, oh, ingyen internet, ingyen internet! Aha. Azt elmentem akárhova, azt nem volt netem. Mondom, akkor jó. Mondom, akkor kihagyom. Annyira nem vonzott soha. Jettel se jobb sokkal? Nekem semmi bajom nincs a jettellel. Mindenhol van térerő, mert Vodafone-os adókat... Adatokat? Jettel az pacek. Azt mondják egyébként, hogy a Telekom a legjobb. Állítólag. Ilyen szempontból, de... És mit csináljak vele? Én nem fogok... Nem tudom, nekem elég a jetteles. De azt mondja, de tényleg azt mondják, hogy a Telekom a legjobb, de szerintem meg az is a legdrágább cserébe. Szóval úgy nem tudom. Nem tudom, hogy vagytok vele. Na, egy netrájtunk már van. Let's go. Telekom az nem a jettel egyik alter egója? Nem, az a Telenor. Vagy a Pannon? Úristen, még az is létező volt. Nem, az a Telenor után lett. Minusz mennyin vagyunk? Na most kell netrájtot szerezni. Telekom, Vodafone, Digi, Yeti? Milyen Yeti? Amúgy arra leszek kíváncsi, mi lesz a jettelnek a kövi neve? Mert hogy ezt nem hagyhatják meg hosszú távon. 22 000 a mobil előfizet! Na ezért nem leszek telekomos. Legyen az, akinek ennyi pénze van. Úristen. Ez igazi Balázs. A Vodafone egy hasmenés. Mi tényleg? Az az ördögtől való a Vodafone. Piros, sátáni logók. Régen volt ilyen videó, nem? YouTube-on, hogy a Vodafone cég az ördögi, meg nem tudom. Szerintem ő mindig fenn van YouTube-on. Hülye, nekem úgy húsz az előfizom, hogy telefon is van mellé. Tehát, hogy így... Ja. Amilyen jó a lakom, többet nem találok. Köszi kedvességed, akkor már be is zárom a játékot. Énként most jó fejek voltak a jetteleseknél amúgy, mert izé. Csináltak egy olyat, hogy... mondjad már. Volt ilyen 200 mega ingyen netem, azt fogták, azt 15 giga lett. Mondom, oké. Okay. Csak így, a semmiből. Melyik a legjobb internet szolgáltató? Hát telefonosra a mobilnet, azt mondják, mindig a Telekom a legjobb. Na. Netherite. Az anyád, szólj, ha találsz. Na, viszont így akartam bányászni elsőnek, csak nem akartam ezt a láva rengeteget. Fogom, azt gyújtok. Várjál, hogy csináljuk. Így. Nagyon jó. Haló? Gépes? A fene tudja. Mondjuk ez nem robbant akkorát, de nem fogom ágyja a csinálni. Hagyjál. Redőnyt felhúzod? Ne, ezt ne kezd. Ne tedd ezt velem, légy szíves. Így is megerőltető volt. Jó, hogy ne ágyazzak be streambe, úgyhogy nem látjátok a hálószobát, nem? Ágyja a viccesebb, persze. Hogy nem, mehet. Na, viszont ez nekem konkrétan a legjobb spotom, amit eddig láttam. Ami nem tudom, amúgy igen. Olevónál van az igazság, hogy ez annyira területfüggő, vágod. Városonként eltér, hogy melyik szolgáltató a jó. Valahol a Digi egy rakás fos, valahol a Digi a legjobb. Valahol, nem tudom. Utcánként, ja, kajak. Konkrétan utcánként.
Hát valahol a mai napig nem tudod beköttetni a netet normálisan. Írt szívet. Neked? Hol? Hát azt senki nem látja. Azt nem hiszem el neked. Dehogy is. Az nem... Az neked? Kanyak úristen! Feltörték Lilinek a fiókját! Szóljatok neki mi hamarabb. Kösz. Jézusom. Nor, mi a fene? Na jó, ez viszont egy full fos mozdulat volt. Amúgy kajak. Múltkor már rendes. Rendes kiakadt. Nem kap szívet, szóval fasz, aki van az egész helyjel. Meg azt írta, aki nem használja a Twitch Prime szolgáltatását, az inkább ne is nézze a streamet. Kajak ilyeneket írogált. Nagyon kemény. Mert hogy csak 8.99 egy hónapban meg ilyenek. És miért használnál mást? Hát hülye vagy? Nagyon kemény. De Budapesten. Aha, jó, irányt változtatunk inkább, köszi. Aj, mindig ez a fos van. Nálunk addig nem tudta bekötni az ezreset. Várjál! A Telekom eljött is megcsinálta. De gondolom drágában is, nem? Bazd meg amúgy. Bazd meg amúgy! Na jó van. Keresünk erre megoldást. Az tovább folyik. Fos. Na jó van. Valamerről kanyarodni kéne. Erről? Ez a veszélyes környék. Konkrétan a lávák alatt vagyok. Bármikor oda megyek is bedugom. Csak az baj, nem az interneted, de igen. Olyan vagy, mint egy jó fogorvos. Tegyek 3 TNT-t? Ha felőlem. Csak történjen valami. Az nagyobbat szólt? Hű, az nagyobbat szólt. Na szép. Na. Chunk határon nagyobb az esély. Ja, valami biztos, hogy van itt erre valami tudsz. De most baromkodjak a chunkokkal? Várjál, mert mi annak a izéje? Nem? He? Ja, ez a chunk határ. Azt akkor most ássam ki addig, amíg chunk határ is megtalálom. Oh, F4! Na látjátok, sűr a kedvenc moderált, ja? Valakinek, valakinek! Neve, nem, na nyugi. Tízesen vagyok. Na fassa. Na ott a chunk határunk. Na jó, robbantsuk szét ezt a helyet. 15 a jó. Hát valakinek igen. Valaki ilyen rendőrt hívnak, de ja, jogos. Már, ja, már mint a chunkba? Ne szopass, már most kajak feljebb kell mennem. Aj, hülye Rolex videók. Mindenki ilyen Minecraft zseni lesz tőle, kajak. Lejjebb kell menni? Ennél lejjebb már hova? Hogy süllyedjek ennél lejjebb? De tényleg. Na jól van. Modi Taliról? Mennyi lesz megcsinálom az 1099 achievementet? Szerintem beleőszülök. Szóval még idén. Ja, a coin flippet azt moderátor csinál. Minecraft mesterfokon. Szeretnék én is egy ilyet. Na jó, robbantsunk itt. Én nem tudnék jó Minecraft tartalomgyártó lenni, mert csúnyákat beszélek. De jó. Hát, amúgy nem. Oké. Okay. Lát valaki valamit? Én nem. Szóval mehetünk tovább. Hát az folyik. Úgy abba az általános bejárt a Rolex, mint én. Ja, kajak Csabai. Akkor most már értem miért. Jó. Most már mindent értek akkor.
És te honnan tudod, hogy melyik általánosba jártam? Na ez a nem mindegy. Rolex for real, végig csalja a mesterfokont? Az igen. Van rá bizonyítékod? Szerintem még feljelenthet. Óvatosan az ilyenekért. Veszélyes kis suhanc, nem azt mondom. Mi a mai menü? Netherite-ot szedek. Suhanc. Ez egy goofy. 30 éves! Te miről beszélsz? Szerintem nincs 20 a srác. Ne idegesíts már, ez 30 éves. Idősebb nálam. Te szopatsz amúgy, miről beszélsz? Most érettségizett le? Hát akkor nincs 20! Hát akkor 18! 95-ös, úristen. Miről beszélsz? Akkor én ennyiről 73-as vagyok, úgyhogy anyám 72-es, nem? Ja, szerintem ez goofy szó. Próbálok ilyen vicces szavakat használni. Én nem mondok senkiről csúnyát. Az mi volt? Hülyén láttam valami mobot. Ez nem az volt. Elő voltál, mint anyukád, mint egyes animékbe? És ott is kérdéses az a fuka? Mármint... Nem akar... Na mindegy. Tehogy nem 82-es vagyok, pont úgy nézek ki, nem? Jó, nem mondj erre semmit, kösz. Na jó van. Ne kezd már, bazd meg! Az sose volt lencsés, Suli, csak az ilyen plebeknek. Azt mondja lencsés, Suli. Az sose volt lencsési, csak az ilyen izéknek, akik 10 évesek kb. Azt még akkor nevezték át, amikor izé. Amikor még oda jártam. Azt jöttek az ilyen suta emberek, mert összevonták a két iskolát. Elit szabósokat nem állított meg senki. Köszi. Mire vadászunk? Netherite-ra. Az 96-ban, ja. Amúgy az baj, nekem is izé a szalagavatós ilyen izé batyumba, vagy mi a szarba. Amúgy szerintem már amúgy legit izé van írva. Lencsés is, Uli. Jézusom. Na. Felkettél a PC? Hát Minecraft azok biztos szargépem lett. Várjál. Jó, most akkor nem tudok tovább menni, vagy mi van? Az meg. Mi a tömörezüst vegye le? Ember, streamelek, szerinted tudnom kéne? Ha tudnám, akkor nem streamelnék. Agrar. Jaj, mert tömör! És ezzel próbálsz meg csajozni, vagy mi? Ne kezd. Megéri majd PS5 Pro? Szerintem még a sima PS5 is megéri. Nem? Én mivel csajozok? Én? Csajozni? Úgy ismersz, mint aki oda megy valahova és akkor megpróbálok felszenni valakit, vagy mizó? Pont úgy nézek ki, nem? Szia, magamba beszélek az interneten, kockajátékkal játszom, és ordibálok a szobámba, úgyhogy egy helybe ülök. Jönnél velem bacsizni? Persze. Magától jönnek. Szóval... És keresek pénzt? Ja, kajak! Ja. Mondjuk az kemény lenne, hogyha nem keresnék pénzt. Várjál. Mennyi pénzem van? Ha ezt úgy kérdezett tőlem, mintha én lennék a mészáros lőrinc. Tehát, hogy így... Milyen gépem van? Hát mit tudom én?
Ez igazi kalács. Mármint... Szia! Összes pénz enyém? Persze, meg a navé, ugyebár. Saját tulajdon. Lehet bérelem. Ja, mármint amit a setupban láttál? Hát most bazeg. Évek alatt. Hát itt streamelek már hány éve? Érted? Hát most mindent így összekarmoltam, meg mit tudom én. Van, ami együttműködésekből, meg ilyenekből, aztán össze kellett rakni valami faszát, érted? Most nem tudom. Egyébként annól összeszámoltam, bárna tettem volna. De ja. De hát ez egy olyan amúgy, mintha egy videójátékra költenél, aztán csodálkozol, hogy hát ezt a pénzt amúgy, ha költöttem volna valamire. Szóval, nem tudom, ez kicsit olyan szerintem. Ja. Melyik a legskizofrénebb ország? Kezded? 30 éves korod óta streamelsz? Tudod mi a para inkább? Akkor beszélgessünk erről. Az a para, hogy amikor betöltöm a 30-at, akkor azt fogom mondani, hogy 15 éve streamelek. Na az lesz a para. Na az kurva para lesz. Szerintem. Na az már parába egy fokkal. A fél életem a streamen se töltöttem. De az baj, hogy egyébként, hogyha szépen ilyen arányosan streamelek kevesebbet, akkor szerintem 30 éves koromra már havi egyszer fogom fellőni, amúgy kajak. Remélem jó okom lesz rá. Remélem jó okom lesz rá. Hát rajtatok múlik, hogy fogok streamelni. Ha azt mondjátok, hogy hagyjatok, van nálad jobb, mondjuk. Szerintem ez már most is előfordult, mindegy. Lehet akkor ma apuka leszek? Úristen. Én? Blokkokat rakok az interneten. Na jó, de ez olyan, mint hogy degradálnám mondjuk például a Sirius-t. Hát ő is blokkokat rak, azt neki is van gyereke. Amúgy for real. Eléri az 1 métert 50 évesen. Mert annyira összemegyek. Tudom, mit akarsz mondani, nem vicc. Kösz. Add ide. Add ide. Na, 2 a 38-ból, de jók vagyunk. Az most én. Megkeresett pénzt elbaszom cségóládákra? Amúgy nem. Egyébként én nagyon kicsi betolom ahhoz képest. Ki tudja, hogy mit hoz a jövő. Amúgy van amikor fáj egy ilyen, hogy egy héten belül kétszer van ilyen, mert mondjuk elkap az agyfasz, mondjuk streambe után meg tudom, hogy valamit kell csinálni, és így. Ja. Na majd szombaton? Hányan láttátok azt a izét, sztorit? Így akik itt vannak. Csak hogy tudjam, hogy hány emberre kell számítanom. Offstream. Jó, van, hogy néha offstream is, de én 5 eurónál többet nem szoktam költeni. Megosztottam ott, ahol csak tudtam. Mi volt? Fogalmam sincs. Baszd meg, amúgy baj van. Többet nem gambázol, pedig csak ez most még csak a kezdet. Hidd el nekem. Mennyit keresel? Hát kell még 36 netherite. Annyi biztos, hogy fog kelleni. Hát vagy igazából tök mindegy, csak csinálom a küldit. Leadta? Mi? Így áll paraszt? Várjál. Az még el kéne tüntetni ezt a nagy sok fost. Amúgy figyelj meg, hogy itt lesz valami loot. De mindig fej, én mindig azt mondom, ha megkérdezi tőlem valaki, hogy mire fogadja, én azt mondom, hogy fejre. Azt nem hisz nekem. Hogy milyen jó a streamve, Geometry Dash-ezni, az egy jó játék. Az jó játszás. Fej vagy írás, de mi van, ha peremére áll? Olyan nem lesz. Az amúgy kemény lenne. Arról én se tudok. Az a script az nincs megírva. Na végre bazd meg. Megtalálok 30 adrájtot fél perc alatt. Úgy néz ki? Szerintem nem. Szerintem nincs rá esély. Na adj már valamit, ott lesz, figyelj. Na, first time chat, ott a first time chat. Na, ezt már szeretem. Látod? Valaki kedveset is tud írni. Vagy még nem kedveset.
Normálisat. Egyszer hittem neked is 70 ezeret buktam. Addig örül, amíg nem rendes pénzbe. Hát csak segítséget kért, én mondtam valamit az 50%-ból. Hány napig van partner évfordulód? Még ma. Aztán holnap már nem, valami 48 órán keresztül tart állítólag. De egyébként az is fun fact, hogy holnap van amúgy ténylegesen a partner évfordulóm, de oké. Csak nem tudtam már átállítani, mert hogy át tudod, csak előtte két héttel már nem tudod átállítani. Én meg amúgy tökre elfelejtettem, hogy ez lesz. Pedig eddig mindig be voltam tőle zsongba, hogy úristen, már ennyi éve izé. Most meg így, ja, április van. A fejemben még mindig február van, de oké. Nem tudom, most nagyon gyorsan telik az idő. Geri szedte ezeket a szépségeket? De csúnya vagy? A kisöcsém írt? Kurva anyád, Asian Jeff? És az a vicces, hogy ez mind a legutóbbi streamből. Szóval nem kellett olyan nagyon sokat keresni. Szerintem ez ilyen utóbbi 5 percnek az eredménye kb. De ja. Ma vacs party vagy majd szombaton? Hát írták pár, hogy ma is néznék, de szerintem jobb, több értelme lenne szombaton. Szerintem sokkal több értelme lenne szombaton, de ti tudjátok. Bazd meg, amúgy, fú, de utálom. Damn! És merről menjek? Ma. Szombaton többen? Hát ezt mondtam én is. Ugyanezt mondtam. Ma tanulnod kéne. Akkor azért lesz ma. És már eldöntöttem. Nem amúgy. Hát meg hétvége amúgy is. És engem vasárnap az nem volt jó így végül. Skibidi Ohio Jet? Hát ha mindennel foglalkoznék, amit a chat ír, akkor biztos az lenne. Bocsánat, a first time chatterek. Friss lesz? Hát... Nagyon boldog leszek, hogy hétvégémnek 4 óráját amúgy Next Top Model Hungary nézésével fogom tölteni amúgy tényleg. Ennél jobb programom nem is lehetne amúgy. Egyébként én nem tudom, tehát én azt vettem észre eddig ezekből a részekből, hogy amúgy ezeket a szarokat amúgy egy órában is össze lehetne foglalni. És értem, hogy van benne másfél óra dráma, aminek semmi értelme nincs, mert amúgy a fele meg van írva, hanem az egész, érted? Rosszabb színészi alakítással amúgy, mint egy családi titkokban, és egyébként ők amúgy top modellek lennének, vagy nem tudom, hogy szerintem ott is kell színészkedni valamit, de oké. És így fél óra olyan van, aminek tényleg értelme van az egész műsorban, és így úristen, néztük múltkor is, és másfél óra alatt nem történt meg semmi. Ez hát mondom, hagyjál már! Hát mondom, zseniális. Na mindegy, kíváncsi leszek, mi lesz most. Bazd meg! Gerti, köszi a másik hónapot! Nagyon szépen köszönöm, ütköztünk újra! Kösz szépen. Kajak ő lesz. Mi van? Mit keres Bajka az X-faktorba zsűriként? Szerintem annyira egyértelmű volt, hogy ő lesz, hogy szerintem nem tudom. Amint átigazolt az RTL-hez, ez szerintem már egyértelmű volt, hogy ő lesz. Honnan fodrásznál csak szakállat vágok? Nem. Átigazolt, ja. Tudod, mint egy focista. Na jó, menjünk erről. Én se tévéből tudom. Nem vagyok boomer. Aszkom. Ezt most kinek címezted? Vald be. Ho-ho-ho! Bazd meg, mit csinálok? Kicsúszott a számon? Szép. De kedves vagy. Egy hét permát neki. Menj már picsába. De jó. Na. Micsoda? Ja? Én nem követek semmilyen streamert a Lakin kívüli Instán, szóval én senkinek a sztoriát nem látom. És nem is szeretném látni. Fogjátok fel, hogy vannak olyan emberek is az interneten, akiknek kurvára semmi köze, majd nem akar foglalkozni másnak a dolgával.
Vannak ilyenek is. Szeretnék én is ilyen lenni. Ezt tartsátok tiszteletbe, köszi. Ja, és Lucky a gót. Köszi. Na. Debrecen vagy Budapest? Nem tudom, úgy Debrecen is szép. Voltam ott is, szóval nem tudom. Good helyek. Good people, you feel me? Ja, egyébként meg. De hogy szép. Hát nem tudom. Egy büdös putri. Nem voltál még Csabán. Ja, de voltál Csabán. Azt éppen jövünk erre az Ervával, aztán mondja, hogy... Mi is volt? Nem tudom, valamit mondta egyébként. Szóval így... Várjál, valamit mondtál, amikor befordultunk egyébként az utcába, hogy... Nem tudom, mi volt amúgy. Ez olyan, mint a gettó. Nem, valamilyen megszólalásod volt egyébként. A Király utcába? Yeah. Mi? Bazd meg, most kajak leírtad? Szerintem egyáltalán nem putri Debrecen. Ahol én jártam... Boy. Ahol én jártam, szerintem egyébként tök tűrhető hely. Ehhez képest, bármint, hogy alapvetően amúgy a Békés Csaba is tök oké hely. Csak uncsa. Mindenkinek az az uncsi hely, ahol él. Ezt a technikát ágyja a kéne, kihagyom. Nekem így jó amúgy. Látod? Szedem. Ott van még 3, már van 8. Szép. Valami olyasmit mondom, hogy hasonlít egy munkatáborra? Na szép. Jó, hát néha tele van szeméttel, de hát baszki. Mit csináljak? Mikor csinálok alvó streamet, nem tervezek. Aha, na jó! Úristen, ez az én napom ma. És még lesz több is, figyelj. Hát kurvára nem. Mi van? Ezért kell körbeásni. Elszim nem van? Nem. Én addig, amíg az Olevo nekem nem írt el, hogy létezik olyan, hogy elszim, én nem tudtam, hogy van olyan. Tehát, hogy így... Én fogalmam nem volt, hogy mi az az elszim. Volt ma meg? Ja, lábasztam ma. Kivételesen most nem rosszultam be. Szóval most amúgy még jó is volt. Valami nem oké. Nem kicsit körbe mentem. Szerintem kicsit körbe mentem. De lehet, hogy ez nekem most jó, nem? Mi merről kanyarodjak? Az be fogom szopni. Vagy ez a kijárat amúgy? Az be el fog tévedni. Na jó van, szarni bele. Orbán Viktor megnyeri? Meg is kell neki nyerni. Semmi? Az meg. Mint a diát keresnék? Hát amúgy kb. Csak rosszabb. Ez kicsit rosszabb sajnos. A világ legjobb dolga az elszim, de mégse használod. Nekem azért kellett egy időben, mert baszkodott a szimkártyám. Aztán amikor meg már mentem volna intézni, addigra meg már megjavult. Tehát, hogy így... Skibidi Netherite. Jó, de kell küldihez, hát most mit csináljak? Na, várjál. Mi volt? Várjál. Várjál, kellett... Fú, bazd meg, várjál. Block of Netherite. Ahhoz kellett 38 darab. Nem, no, várjál. Nem ez kellett. Várjál, mennyi kell a Block Netherite-hoz? Hát amúgy 2 kell egy root-hoz. Az 18. Nekem mi a szarra kellett 36 darab? Hogy kell igényelni? Hát bemész a szolgáltatóhoz és igényelet szerintem. Nem tudom egyébként. 4 kell egyhez. De basz meg tényleg. Várjál, bocs, összekavarodtam. Akkor azért kell 36?
Mert akkor úgy jön ki ez a cucc. Ah, értem. Na, hanyadik éven partnerként? 8. Legalább mondjátok azt, hogy a 8 év alatt csináltam valamit, aminek értelme is volt. Kösz. Ha nem, akkor... a szomorú. Na jó, nem dramatizálom túl. Azért csináltam valamit. Csak az a baj, hogy túl sok idő. És nem tudom felfogni, hogy ez amúgy tényleg ennyi idő. 3 blokk kell? Nem, 1. Block of netherite. Egyetlen egy kell belőle. Hol van? Ja. Fenn vagy a fekete piacon. Sajnálom. 8 éve? Hát 8 és fél. Nincs még 9 éve, mert amúgy ilyen fél évre rákaptam partnerséget, vagy kicsivel több, mint fél évre rá. Szóval... ja. Ó, baszki. Nyugi, megoldjuk. Megint nem köszönsz nekem? Majd ha ingén meglátlak, miközben folyik a lába, hogy... ó, te Gellért, Máté! Akkor nagyon szívesen, de nem tudok mindig csetet olvasd! Na, akarom mondani. Szia, Máté. Mit tegyek? De amúgy még láttam a cseten az írásod. Csak nem figyeltem oda, mert nagyon erősen koncentrálok. Mi a helyzet? Discordon 5 napja nem adtam választ. De már beszéltünk 5 nappal ezelőtt. Mármint 5 napon belül. Te miről beszélsz? Szájk? Na, kap be már, kajak, azt hittem. Milyen kamerát ajánlok kezdő streamernek? Én még mindig azt tudom mondani egyébként, hogy a Logitech C920. Tudom, hogy kicsit ilyen hülyén hangzik, meg ilyen goofy, hogy webkamera izé, de egyébként a webkamera az amúgy se azon múlik, tehát a jó minőség az mindig a fényen múlik. Tehát ez a kamera is tud nagyon szar lenni, ha nem adsz neki fényt. Tehát ne Android kamerát? Most én régen csináltam, mert aztán látszó streamből, hogy anyám hív. Telibe. De szerintem mindenképpen azt. Árban még mindig oké. Szerintem kezdő streamelés az full fölösleges, a fullos setup. Tehát... Szerintem a sokkal faszább, hogy... folyamatonként látják a nézők, hogy hogyan haladsz. Mert ott legalább látják azt, hogy bele tudtak adni, vagy hozzá tudtak tenni ahhoz, hogy itt vannak és tudtad fejleszteni a dolgokat. De hogy már mindent fullosan kezdesz, az olyan kicsit nem? Abban nincs meg az effort, a craft, meg az, hogy látják az emberek, hogy fejlődtél. Ha nem is tartalmilag, de legalább minőségben egy kicsit igen. Ez nekem is így történt, tehát... érted? Azon kamerán gondolkozunk mi is, viszont az 1080p 30 fps, tudod, ez mennyire számít ilyen téren? Emberek többsége észre sem veszi, hogy egy kamera 30 vagy 60 fps-es. Ezt full komolyan mondom. Tehát, hogy... én még mindig azt mondom, hogy hangra jobb adni, mint képre. Tehát, hogyha mondjuk veszel egy ilyen SPC és mikrofon szettet, amiben benne van tényleg minden, és annyiba kerül, mint a kamera, és mellette veszel egy kamerát, és van hozzá egy setupod, meg jó neted, akkor gyakorlatilag már elkezdheted csinálni. Tehát ugyanolyan minőséggel, amit az előbb felsoroltam, néztek egyébként még jóval többen, mint most. Nem tudom, most hányan vagyunk, nem is ez a lényeg. De hogy... tehát a kép az kevésbé lesz idegesítő valakinek egy kamerán, mint a hang. Hogyha recsek fosse a kamera, meg olyan hangod van benne, mint egy robot, akkor ezt nem fogja valaki hallgatni. Szóval ja. SPC-nek mindig a legjobb találmánya egyébként az a mikrofon szett. Komolyan. Azért azt még mindig elismerem. Mit gondolsz, mindegy! Megette a fene! Na várj, F3H? Rohadtul nem. F3G? Jöhet. Na adjuk is! Kameráját miért nem cseszi anime már bábút, ami helyett nem beszél? Azért, mert szerintem kurva para lenne. Azt valaki azt mondja, hogy szereti, amit csinálok, az gyakorlatilag azt se tudja, nem is látott még soha életébe.
Mi a véleményed a? Pont ugyanaz, ami a tiéd. Na jó, nem biztos. De egyébként de ugyanaz a véleményem. Nézek-e bármilyen animét? Jelenleg nem. A Black Clover-t néztem utoljára. Isten verte, jó, csak még nem folytatták. Azt mondják, mert nincs rá pénz állítólag. Ó, te is utálod a cicákat? Én szeretem a cicákat. Minden szempontból. A legutóbb találtam körbeásni? Az már nem tudom hol volt, várjál. Itt volt? Hú, baszki, amúgy nem tudom. Hol volt? Szerintem nem itt. Várjál, szerintem ezt vegyük be valahogy, ezt kiderül. Kutya vagy macska? Amúgy kutya. Pont. Szóval let's go. Ne folyj tovább, köszi. Várjál, csak közben ezzel is foglalkozok. Igyekszem. Me? Jöhet. Pincsi cicák. De baszki, amikor meg te mondod azt amúgy, hogy zabálni való, akkor meg nem zavar senkit, vagy mi van? Miért kell belém kötni? Ah! Várj, megijöttem. Egyenes hely, mindjárt nézem. Ja, értem! Várj! Szerintem leesett. Nem ez lesz az. Csak annak látszik is a nyoma, hogy kiütöttem? Bazd meg. Az baj, szerintem már te elmentem onnan. Mennyi van most? 11. Beszki. Nem, szerintem túlmentem. Tudom, ott találtam a sarokba egyet, csak... Nem tudom, azt mondtam, mit csináltam azzal a résszel. Befettem? Szerintem ez a hely volt az, nem? Ami nem minden esetben van, amikor csak egyet dob. Szerintem ez a rész volt. De most mondj hülyeséget, nem? Nem itt volt. Négyes a lágazás? Szóval ez a rész? Vagy ezután? Szerintem itt? Várjál. Na biztos kiütött rész volt szerintem. Mi a fasz volt ez a hang? Ma is nagyon szép vagy? Te is nagyon szép vagy, ma Marci. Úristen. Elmondhatatlanul. Ilyenkor kéne egy olyan textúra pakk, ahol csak a blokkokat látom. Az érceket, bocsánat. Balra. Szerintem ezt engedjük el. Ez? Miért van csak kiütve valami? Me? Én már próbáltam. Mindegy. Tudtad, hogy le tudsz futni egy Ferrari-t, mert egy Ferrari nem tud futni? Na szép. Ez volt? Valószínű. Most már olyan hely kéne, ahol nem lesz indokolatlanul végtelen lába. Most már nagyon zavar amúgy. Na jó, ez még korrekt. Csak haladni akarok a dolgokkal. Szerelmemnek záloga. Asszony is kap ilyeneket? Na, hogy meglássa. Ha jobban rinzelsz a cseten, és panod meg, mint amúgy meg. Ez igazi kalács. Ó, baszki. Amerikaja. Amerika? Köszi a negyedik hónapot. Köszi zalgoka. Ütköztünk újra. Kapja ő is? Most már? Szép. Ezt mi szóval mögötted? Felügyeli, hogy mizu? Creepy. Nem, ja.
Ja, az ágyba? Na, meg jó, hogy nem feletted, baszki. Aha. Mi? 20 percet még vagyok? Ja. Szia, betevő. Aha. Még rám voltam kíváncsi. Milyen talón van? Sima iPhone 15. Amire jó, arra elmegy egyébként. Menjen a drive keresés? Hát most egy kicsit megálltam. Ez most a panic level? Vagy mi a fos? Várja, hol van a panic level? Van valami ilyesmi, hogyha felmegy, felmegy nullára, ilyen 99-ről, akkor beadja a hangokat. És megengedte, hogy nézem a kedvenc streameredet. Azt el tudom képzelni a szituációt amúgy, hogy akarsz nézni. Nem, ma nem nézheted! Ezt hívják féltékenységnek. Sajnálom, hogy eztnek tőlem kell hallanod. Ő nem érti ezt a világot? Na szép. Ott a Netherite. Haló? De miről beszélsz? He? Sehol? Bazd meg akkor. Na. Mennem kell, hogy menni kell Norbi, az akkor leokézza? Mi fasz? Értem. Értem. Mondjuk figyelj, anyám is támogatja, amit csinálok egyébként, de a mai napig nem érti, hogy most emberek miért ülnek le téged nézni? Mondom, baszki, anyám, én se tudom vágod, de mégis csinálják. Mondjuk még nem kérdeztem tőle vissza amúgy, és te Netflixet miért nézel? Érted? Tehát... De nem, nem, kurva sokan vannak, akik ezt nem értik amúgy. De figyelj, mi se értjük, na fasza. Egyébként izé, nekem van ilyen sztorim, hogy még amikor konyhán dolgoztam, volt egy munkatársam, nálam nem sokkal idősebb egyébként. Tényleg talán még csak egy ilyen 10 évvel volt nálam idősebb, és így nem értette, hogy így miért csinálsz, én inkább menjél ki csajozni, focizni, faszom tudja, érted, stb. És így, mondom, mi? Basz meg, hát most attól függetlenül a kettőt nem tudom külön csinálni, vagy mi a fasz? És így nem értette ezt az egész világot. Amikor megemlítettem másik munkatársamnak, vagy valahogy vágta, akkor mondta, hogy jaj, nem kell magyarázni, én vágom. Két gyerekem egyébként, aki most házas, konkrétan WoW függők voltak, azt velük játszottam. Mondom, mi a fasz? Szóval így... Kemény. És ő meg ilyen 50 pluszos volt. Szóval így... Ja. Olvastok címet? Köszi. Milyen tanuló voltam? Közepes. Baszkom. Na. Anyuval egy főzős content. Azért megint oltogasson. Amúgy szeret. Eskü. Amúgy van valami tervem. De azt még nem árulom el. Semmi extra egyébként. De majd még fogjátok idén látni szerintem. Valahol biztos. De ezek, ha én tűnnék az interneten, téma lenne rólam? Máshol, de hogy lenne? Na, hagyjatok már. Igen, de hogy lenne. Szerintem ezt így hagyhatjuk. Hidd el, jobb ez így nekem. Mondjuk kajak. De amúgy a streamelés is amúgy egy örök körforgás. Mindig lesz egyébként azonos korosztály, mint ami azonos korosztálynak csinálsz valamit, szóval... Szerintem most ezt tényleg nem sértésben mondom, de szerinted a zsidav mozik, hogy a mai napig mennek, ez szerinted nem ezt tükrözi? Tehát, hogy így... Most ezt full komolyan mondom. Hogy a faszba ne menne még? Hogy ne menne még? Szerintem ez a legjobb példa arra egyébként. Tehát komolyan. Hogy ne menne? Na jó van, szerintem ez nem jó irány.
Szerinted lesz olyan világ, aki csak átáll amúgy egy új communityvel nálam, vagy mondjuk új nézők, hogy ez nem is tűnik ácsénak, bazd meg egyébként, miért mondják ezt az emberek? Szerinted lesz ilyen? Dehogy lesz. Amíg világ a világ. Hidd el nekem. Na látod. Miről beszélünk? Egyébként életemben nem néztem Zséda filmet, meg semmilyen Minecraft animációs filmet. Soha nem követtem Minecraft youtubereket, és baromira nem fanoltam soha senkit YouTube-on. Nálam ez kimaradt. Esküszöm. Nálam ez, ez teljesen kimaradt. Én nem is értem, hogyan amúgy. Mondjuk az attól felrobbant. Na szép. Most nagyon indiszkrét leszek, de lesz holnap stream. Hát kéne, hogy legyen. Kutya pózand... Haló? Ó, bazd meg akkor. Jó, mi mehet itt egy... Na. Na szóval... Azért, hogy nem mindig Szecsuáni csirkit egy rizsa, azért kéne anyuddal főzni. Innen is üdvözlöm. Mi baj van a Szecsuáni csirkémmel rizssel? Mondj ennél jobb kaját, amit ilyen könnyen el lehet készíteni. Kajak. Ne idegesíts már. Ó! Valaki azt mondta, hogy szürke helyen ne próbálkozok és nem találok. Ezt neked! Ja. Sorozatot nézek-e? Ja, Shameless-t. Most nézem a... 5. évadnak az évad záróját. Azt fogom most Kövinek nézni. Szóval lassan a 6. évad. Nagyon kemény. Nagyon kemény az egész. Most tudod, hogy hogy nézem a sorozatot? Nekem mindig egy véleményem van egyébként. Tehát, hogy mindig egy véleményem, hogy nézem. Igen. Fiona jelenet. Ribanc. De mindig. Úristen. Úristen. Kajak. Nagyon kemény. Jó melle van. Hát mi számít rossznak? Amúgy lassan haladok vele. Kedvenc karakter? Hát persze, hogy a Carl, mi a fasz? Tehát, hogy így... Nagyon eltalálták. Tudod, hogy Kínába készült légpárnás fóliát, ha kipukkasztod, akkor kínai levegő jön ki belőle? Hát amúgy logikus, ha belegondolsz. És ezen ki gondolkozik amúgy? Jó, no láva, mehetünk tovább. Ha-ho! Mi van? Ja? Ups. Bocsé. Ti hibátok. Csetet kell olvasnom. Az 12 darab. Az életben nem lesz meg. Netherite tömb kell, vágod? Ez 38 darab egy ilyen. De amúgy meg a TNT-kből lassan kifogyok és iszonyatosan el fogok tévedni. Szóval, ja. Aki játsz a kártanak, van zene YouTube csatornája. Tudom, Pogány induló néven van, de... Nem tudom. Valahogy furcsa. Oké. Tehát, hogy így... Mi? Mindenki magyar baszt ki ebben a világban, nagyon kemény. Vaz? Na várjál. Alva, én tudod, hogy mivel... Figyelj! Én is tudok egyet mondani. Ha csak jó üzeneteket látok a cseten, és nem látok hülyeséget, az azért van, mert nem írsz a csetemre. Mi a fasz? Na jó.
Bocsánat. Ez itt most a búcsú ajándékom mára, mert nálam már fellőtték a pizsamát, jó ét mindenkinek. Bocs, egy pillanatra beszartam. Karthaslove. Bocs, egy pillanatra megijedtem, azt hittem, hogy más búcsú. Bocsi. Tehát, hogy így... tegyek le egy ágyat is, tegyek checkpointot. Egyébként ez jó ötlet. Ezt megcsináljam. Csak az, hogy nálam más gombon működik ez, mint neked. Na. Köszi a százas, Treki! Szép estét, jó éjszakát. Aludd ki magad, aludjál jól, aludj annyit, amint kell. Meg ilyenek. Bazz meg akkor. Hogyha sima survival? Ezt nem lehetett volna hardcore-ban megcsinálni szerintem. Mikor milyen jól haladok. Bazz meg amúgy. Mindegy, megoldjuk. Mi történik, ha szőkenő egymás felé rohan, eltörik a tükör? Na, ez például nem is olyan rossz! Ez nem is rossz! De amúgy... Fú, bazd meg, na végre! Na. Bazd meg. Nyomod a G-ent? Mit zabáltam ma? Amúgy kurvára nem sok minden, szóval majd kajánom kell még. Tehát, hogy így... Kell még kajánom stream után. Végre, kösz! Buta láva. Mész sorizni? Na, én is nyomjam rövidebbre a mait. Amúgy. Hat után nem eszünk? Ezt mondja a hülye ember. Azt teszel, amit akarsz, csak ne annyit, amennyit nem kéne. Há, hogyne? Jó, valahol még délután kettő van, és mi van, hogyha az szerinti időzóna szerint eszek? Hagyj már! Azt mi van, reggelre éhen halok, nem? Hagytok itt szenvedni, kösz. Nagyon teszünk le ide egy fákját. Mi ennek a pontnak a helye? Minusz 79. Szarok rá, minusz 80. Minusz 80, 15, minusz 3. Ezt innentől feltetováltatom a kezemre, mert ez kell. Mert nem emészted meg, és még alszik a zsír a hasadon. Hát akkor ne egyél zsírt. Lol. Megvan oldva a probléma. Ez, hogy elalszik a tej a szádba? Ne így át tejet. Most mi van? De most... Mutassál nekem egy embert, aki rendes úgy eszik egyébként, mint ahogy ezt neki megtanították, hogy reggeli, 10 órai, délben ebéd, uzsonna, vacsora. Hát kajak? Én meg madár vagyok, persze. Te? Biztos. Ez lesz a másfeledik kajálásom a mai nap, de amúgy igen. Az a baj, hogy én is ilyen napi kettőt eszek, csak az a baj, hogy első alkalommal, amíg nem eszek olyan sok mindent, és nem igénylem, addig a második alkalommal meg tudnék enni egy lovat. És ez a probléma. Valakinek tanítják. Miért neked sose volt még olyan flashed izé ebédlőbe, hogy jó étvágyat kívánok? És ezt mondtátok, vagy 20-an egyszerre? Vagy 30-an? Vagy ez a mai nap mám szokás? Köszönjük szépen! Viszont kívánjuk! Azaz. Úristen, de szar volt, mint valami rossz kommunizmus. Hülye, kijutottam. Agyalás nélkül, de jó vagyok. Egyébként amúgy lehetne annyi leszem, hogy lefedem azt a helyet, ami meg nem kell. Tuti van annyi blokkom, nem? Hogyne lenne, megoldom, figyelj. Értelmetlen, nagyon hosszan mondtuk. Amúgy ezt nem is értem. Ez honnan jött? Mert most merre kell menni? Ja, amúgy ezt csak alsóig nyomtuk, ja, azt én is vágom.
Hát ez mai napig szokás egyébként? Azt viszont nem tudom. De ja, alsó osztály cuccia. Nem, mi? Ne idegesíts már. Vagy most már az a szokás, hogy csináltak egy TikTok videót arra, hogy a mai menü? Vagy mi? Várja, merre kell mennem? Kurvára nem erre. Unokölcsémet megkérdezed? Oksa? Nem erre kell mennem. Minusz 80? Hát azért nem is erre kellett volna mennem. De várja, másik, lehet másik kell kanyarodni, nem? Ja, amúgy de lehet. De nem lehet, most fogok eltévedni. Nem erről. Amúgy meg de. Nem is ott van a fákja. Szerintem meg erről kell menni. És innen kell kanyarodni, mi? Tudtam, hogy hülye vagyok. Vagy így? Te mi a faszt keresel itt? Gondolkodik a streamer? Na, itt kezdődnek a problémák. És azt gondolom. De ha még annyi előnyöm is van, hogy el tudok zoomolni a végtelenségig, és még így is eltévedek. Cigi kávé szarás. De az a vicces, hogy a szarás, ezt nem tervezett bele, csak muszáj. Jó, szerintem amúgy rohadtul nem erre kellett volna menni. Jó estét. De egyébként, hogyha korán iszol kávét, akkor elveg nem jön rád. Csak hogyha ilyen később iszol. Tudom, nem értek. Jó, szerintem erre kell menni. Boldog partner szülit, köszi! Az meg akkor... De amúgy miért nem nézem a koordinátát? Aha. Mert ilyen szarokkal van tele a hely. Reggelim semmi, ebédem, ami Ásós Géza főz, nagyon remek, vacsorám, amit Ásós Géza főz, leves. Szép. Jaj, második, mint étkezés második? Hát de várjam, az főtétel, nem? De hogy lenne neked második, ha az elsőd? Ne zavard össze az agyamat, kérlek. Várjál. Azok vagyunk mi most. Hát szerintem nem hinném, hogy bármilyen esetben kis adagot csinálnának ott. De amúgy meg igen. Na. Tudom, ne kezd! Tudom, hogy megbeszéltük, hogy majd egyszer vágom. De egyébként láttam megint egy ilyen interjút, azt mondta is egyébként a Pali, hogy ugye, aki nem tudná, hogy ki ő, ugye cigány vendéglőt csinál, ki... Chill, ebben az esetben kimondhatom. Szóval cigány vendéglőt csinál, és egyébként az estek 90%-ában csak magyarok esznek ott. Nem rendelős búzi vagyok, kaját készítő búzi vagyok. Bármit amúgy nem hiszed el, de kajak. Mostában többször csinálok kaját, mint rendelek. Csak szerintem hangzik szarú, hogy apu, anyu. Miért? Úgy legyen, hogy apu. Vagy anyu. Tudod, hogy mi a legfurcsább egy ilyen esetben? Ha valaki azt mondja a szülének, hogy anyám, apám. Na az. Na ott tudod, hogy baj van. Na az. Tehát... A bátyja is anya. Tehát akkor a felnőtt apámmal viselkedjek úgy, mint a velem egyidős tinédzser panommal? Nem. Kabátja?
Édesanyja meg édesapa? Hát, jó. De így anyámnak nem mondom, hogy édesanya. Még nekem az is virdu, aki a saját szüleinek amúgy a keresztnevét használja. Nem. Nem. Az túl közvetlen. Mármint szereteted a szüleidet, nem azt mondom, de... Azért érted. Azért mégiscsak. Add már meg a tiszteletet. Ja. Mert én például még tapasztaltam olyat. Ez a hely volt az, ami kell? Ja. Mert én még tapasztaltam azt, amikor nagybátyáim egyébként nagyanyámat magázba hívták. Vagy hívják a mai napig. Még nem halt meg. De hogy ja. Tehát magázba beszéltek a saját anyjukhoz. Szóval... Ja. Azért az kemény. Mondjuk akkor én azt soha nem tartottam furcsának, bár csak egy kicsit. Ja. A fiat kartoznak, na. Azt mondod? Persze, azt fiam első szava az lesz, vagy lányom szava, hogy Kacsvász, mikor lesz cséládonyítás? Na, akkor tudom, mi lesz a dolgom. Há, hogyne. Várom. Na, fasza. Örökbe lett fogadva, aki az anyukájának, apukájának a keresztnevén szólítja? Szerintem ez nagyon hülyeség. Miért? Azért, mert mondjuk van egy... Mondjuk... Mostoha szülőd, most fogalmazunk ilyen csúnyán, aki téged nevel, ahelyett, mint az igazi szüleid, vagy igazi anyukád, vagy apukád, attól nem fogod anyunak meg apunak hívni, ha a gyerekkorod óta ott van? Mert amúgy de. Szóval szerintem nem az a szülő, aki vér szerinti szülőd, hanem az, aki felnevel téged. Szóval én legalábbis ezt gondolom. Normális keretek között. Mikor lesz stream? Na igen. Erről kell visszamenni egyáltalán, mert lehet, hogy hülyeséget csinálok. Szerintem tényleg hülyeséget csinálok. Vagy nem? De várj, eddig kijutottam tök normálisan, most mit bűvelek? Ha elzártam volna magam útját? Nem, úgy remélem nem. Szerintem erre kell menni. Na. Ne, nyugi, erről kell menni, biztos vagyok benne. Ennyire voltam benne biztos. Még jó, én azt nem mondom, hogy halálbiztos vagyok benne. Nyugi. Útelzárást csak magamnak, hogy ne tévedjek el legközelebb, hogyha jövök. És nem is tévedtem el, amíg erről jöttem. De most már eltévedtem. Szóval szopás. Hát erről jöttem eddig. Nyugi, ez lesz, fix. Várj, innen jöttem ki a izéből? Aha! Ez lesz az, nyugi. Nyugi! Intézem! Intézem. Jobb kész szabály. Nem jön innen semmi. Max ilyen magma kocka mob. Az pedig nincs benne a kreszbe. Oké. Okay. Jogsi? Várjál. Yes. Mennyi az IQ szintem? Ez egy kurva jó kérdés, mert amúgy tegnap csináltam IQ tesztet, és nem streambe. Esküszöm! Rohagy meg, megcsináltam a Menza IQ tesztet, mert kíváncsi voltam, és... Nem, atya úristen! Hallod? Megcsináltam... Hát elsőre. Tudom, hogy nem lehet megbukni egy IQ tesztet, hallod? 116-ot mutatott. Nem mínuszos volt, bazd meg. 116. Nem mínusz 116! 116! Vágod? Mert pont néztem egy ilyen top 10-es lista videót, és ott voltak a szintek, hogy mi mennyi. Mutatnám, figyelj. Mutatnám. Figyelj. Hol van? Nézd. Még mielőtt beszólnál. Aha. Pofázol még? Köszi.
átlag fölötti vagy intelligens. Nem anyukám segített, magam csináltam. Hagyjál békén. De amúgy kajak. És volt kettő olyan feladat, amire egyébként kifutottam az időből. Szóval ki tudja, hogyha még arra is rányomtam volna valamelyikre. Szóval, nem vagyok én olyan buta gyerek, csak lusta vagyok, mint a szar. Szóval, ja, 116 és 125 körüli. Neked 121. Hát jó van, de ezek körüli értékek, ezek nem pontosak. Nem, a 116 nem a magasságom. Kösz. Kiderült volna, hogy sík hülye vagy? Na szép. Hát te én fiú vagyok. Szóval, ja, csináltam. Pont tegnap, mert néztem ezt a videót, aztán pont mondták a DNS tesztes videó alatt, hogy a Menza IQ teszt az tök valid, meg ilyenek. Ja. 116. Ami pontos, de egyébként ilyen körüli érték, szóval... Elit vagyok. Ennyi. Kínai DNS, nem magyar volt. Na. Várjál, most akkor melyik rész felé megyek? Mondom, hogy nem kép. Vágod, le van screenshotolva. Szerinted nem fogom kikeretezni? Jó, akkor visszafele kell menni. De miért lenne kamu? Baszki. Attól, mert faszkodok az interneten, az nem jelenti azt, hogy nem lehetek egy értelmes ember. Ezt még magam sem hiszem el, de érted. Valami biztos, hogy van. Mert ha te kitöltöd, az jó az eredmény, akkor jó, de ha én töltöm ki és jó, akkor az már egyből kamu, vagy mi? Ne vicceljél már. Na. Igen? Ja, persze. Na ezért élünk olyan világot, amilyet. Merről kell visszamenni? Szóval majd meg erről. Átírták Ego Boostnak. Na, hogy az FPS-em volt. Na, tuti. Na. Easy. Na, erről kell menni. Ja. Nekem nem kell kitölteni, mert tudom, hogy 200 plusz. Az jobb, mint az Albert Einstein. Hagyjuk már. Jó, nem erről kell. Meg hát ez nem a lexikális tudást tükrözi amúgy sem. De amúgy ilyen formák, meg ilyen hülyeségek vannak amúgy, aztán logikázt ki, hogy mizu, valami ilyesmi. De egyébként ez is olyan, hogy... Egyszer, amúgy ki tudod tölteni jobban, máskor meg ki tudod tölteni rosszabbul, szóval amúgy... Hát nem tudom. Jó, azért ne erre alapozd az életet szerintem, de ja. Mert én egyszer streambe töltöttem ki izét, ilyen tesztet, és volt valami boomzi, aki fogta, és az olyan e-mail címben, ami ti is vágtok, megcsált egyet előre, bebételt azzal, hogy az elkészült, és valami 70-eset, vagy nem tudom mit írt ki. Úgyhogy én még be se fejeztem, azt mondom, hagyjatok a picsába. Hát de szerinted? Az már validabb. Most úgy mondod, mint hogyha szellemi fogyatékos lennék, hallod? Milyen a fomba amúgy? Na várjál. Csak visszafele kéne menni. Kedd. Szopac. Na. Április. Azt vágom. Jó. Kell a rendes kiárat. Tudom, hogy ez ilyen hülye ötlet, de annyi mindent össze-vissza járkáltam, hogy muszáj. Na. Halljak meg, ha nem kedd. Az baj, mondjuk. Na jó van, szerintem meg vagyunk. Na jó van. Karácsonyfa díszítő streamet. Hát én kurvára nem várom. Maxa, reagálok a nézőm karácsonyfájra. Contentet. Na. Azt akkor itt megyünk tovább, mi? Csír. Na. Nyáron! Nyáron díszítsek karácsonyfát? Persze. Basszák meg a hagyományok, nem? Én is azt mondom.
Még a karácsony is overrated, olyan is ünnepi, aki nem is vallásos. De milyen már, ha nincs karácsony? Baszogatni fogják a gyereket a suliba. Na. Mennyi és ön debbi szem lett? Kurva kevés, 12. De legalább minden dry tombot meg tudok csinálni. Hát, bedob egy új achievement, de remélem, hogy nem. Boldog szülnapot? Köszi. Fekete Miki el se fezik? Ja, vágom, láttam már. Nyomja. Egy új kaland neki. Jó ajánlatot mindig el kell fogadni, nem? Az csak 3 ingot? Én vágom. Az majd több problémám volt, kellett énél ezzel. Na jó, fasza. Most mit építek? A kiutat. Az bozó, kell az íjad. Akkor ne add be. Na. Merre van a kijáratom? Tudjátok mi a káros, srácok? Gyógyszer után domestoszt inni, de... Nem én leszek az az ember, aki kérdésekre választ fog adni. Szóval kösz. Őszintén... Kihagyom. Na. Happy partner cucc, köszi szépen. Bárom, hogy holnap lesz, mindegy. De köszi. Őszinte vélemény? Hát az őszinte véleményem az az, hogy kurvára utálom a poloskákat, és felgyújtanám az összeset a gecibe. Ez mondjuk egy őszinte vélemény, ha belegondolsz. Fasz ki van és haszontalanok. Tehát, hogy így... Érted? Ez is egy ilyen cucc. Na. Ezt mondjuk meg tudom érteni! Na látod! Egy dolog, amivel egyet értünk. Na. Vécélatosítóból lángszóró. Ősi. Na. A poloskák olyanok, mint a nők. Attól, hogy nem másznak rád, az nem jelenti azt egyébként, hogy a nők sem fognak. Tehát, hogy mindegy. Engedd el. Engedd el. Ez nem így csinálja. Kell még láda? Hülye, én ha meglátok egy poloskát úgy, hogy itt van előttem, és úgy, hogy le akarom csapni, de eltűnik, én felgyújtanám a lakást. Úgyhogy nem is az enyém. Tehát, hogy így... Nagyon szar érzés. Ott van egy láda, hülye, azt használjuk. Mit tudom én, hova jó lesz az oda. Mint a nőknél. Ja, meglátok egy nőt. Úgyhogy amikor le akarnám csapni, eltűnik, felgyújtanám a helyet, ahol van, nem? Tök logikus. Azt végig kikerülnék egy real montásba TikTokon, ne tegyétek ezt velem. És mi van, ha egy poloska meghal az asztalodom? Így járt! Bozó. Na várja. Ezt ki kell nyugi. Annyi bőven elég. De van még szenem? Hát úgy nincs. Fám. Valamit égetni kéne. Poloskákon kívül. Na kösz. Ezek rejtett acsik? Nope! Ez egy ezra achievementes cucc, amit csinálok. Soha nem lesz vége, de legalább csinálok valamit. Na. Hát add be valami netherite-os küldit amúgy. Holy scrap? Hát azt nem ide dobta be. Azt nagyon nem ide dobta be. Nem akarom tudni hova. De azt még nem fogom tudni megcsinálni a netherite blokkosat most egyelőre. 36 darab kellett volna és 12-t találtam. Konkrétan másfél óra alatt. És akkor még szenvedtem, hogy találok olyan spotot, amiben nem égek el. Tehát, ja. Chatten írja? Ja, nether tab. Ó, bazd meg. Én ezt szerintem nem akarom tudni.
Hát, itt még nem tartunk. Asszem. Aha. Offline X-ray-jel? Nem játszok offline ezen a mapon. Szerencsére. Égesek pókokat? Én pont leszarom a pókokat. Nem zavarnak. Mert itt legalább itt nem olyan nagy pókok vannak, mint Ausztráliában, ami akkora, mint a fejed. Hát attól biztos összeszarnám magam. Ki akar Ausztráliában élni? Azzal, aki oda születik. Tehát, hogy így. Három darab? Ez konkrét csalás. Ah. De jók vagyunk. Na, szóval dobta? Ez is a Nether tab-be. Ha az dobta be... Szép, oké. Okay. Szóval, hogy bányász annyi és on debriszt, ami egy stacknyi, de ne aggódj, nem kell összegyűjtened mindent. Szóval, ja, és én nem ilyen gonosz. Szép. Szóval nem, hogy egy stacknyi kell a kezedbe, hanem ami statisztikában összeszedtél valamennyit valaha, azt már egy stacknek számolja. Kösz, haver. Jó fej vagy. Látod, én nem ilyen gonosz? Na, szép. Pali kapott egy saját emótot, a fejlesztő csávó. Szép. Ez jó fejség a javából. Vagy ezt a Pali csinálta? De ott van egy Twitch emót. De ez nem a... De ez nem sub emót. Vagy... Ja? Ja, vagy Hype Train emót? Vaz? Ó! Oh. Most már értem. Na. És akkor van 4 darab. Hát ez mondjuk a feles ejsztekhez, de oké. Okay. Hát igen, ezeket az arokat nehéz szedni. De legalább haladtam vele egy valamennyit a miningból. Jó, itt még vannak azért könnyebb tucok, amiket meg lehet szerezni szerintem. Csak az, hogy nem tudom, hogy műveljem, mert egyébként nem tudom. Én nem azt mondom, hogy álmodtam ezzel a játékkal, de gondolkoztam, miközben pihentem arról, hogy amúgy most miért ne csináljam meg az endet és legyen elitrám, hogy sokkal könnyebben tudjak haladni? Szóval, hogy most mihez tegyem én azt, hogy elmenjek a sárkányig? Nem tudom. Szerintem, hogyha valahol megcsinálom a mining segmentet, utána azt mondom, elmegyek az endbe, és akkor onnantól már könnyebb lesz felfedezni. Vagy nem tudom. Mindenképpen akarok belőle új tartalmat, hogy majd utána egy másik izével kezdjem. Szóval, ja. Ma a könnyű dolgok a gyengéknek vannak? Igaz. Igazad is van. Ah, szétültem a seggembe. Vágott. Nagyon rossz érzés. Az a küldő, hogy legyen egy stack netherite ingotod, de a stack netherite blokk csak opcionális. Ja, de tényleg. Várj, fogyatékos vagyok. Várjál, de szerintem az volt. Ja, hogy az nincsen benne? Jó, oké. Okay. Szóval az nem lesz benne. Oké. Okay. Igazad van. Ez zenében van, de beszartam. Szép. Szóval a netherite tömbös az nem lesz benne. Legalább. De mondjuk ez se lesz könnyű, de oké. Okay. Még ezt nem tudom, hogy statisztikába számolja. Vagy nem tudom, hogy lesz majd megoldva, de oké. Okay. Aztán, ja. Na jó, van. Nekem ennyi kockarakás bőven elég volt mára. Aztán így csinálhattam lófas se. Jó, mondjuk, de egy keveset. Találtam egy normális helyet, kiszedtem majdnem a felét. És tudom majd onnan folytatni, ahol tudom, hogy merre kell most már menni. Szóval fasza. Az inventorimba? Na, majd eljutunk egyszer odáig is. Ja. Na jó, pusz! Kösz szépen!